Túlszárnyalta a tavalyi elképzelését a kanizsai Németh Márton a közép-európai informatikai diákolimpián. A 11-es fiatal célja a bronz megszerzése volt, de végül ezüstére még jutott. A régió egyik legfontosabb megmérettetésén a magyar diákok rendre kiválóan szerepelnek. Ezt az is jól mutatja, hogy az elmúlt 27 évben 60 érmet nyertek el. Mint ahogy arról már tegnapi híradónkban beszámoltunk, a verseny idei házigazdája Horvátország lett volna, de a járványhelyzet nem tette lehetővé a kiutazást, ezért a négyfős magyar csapat a BLG egyik számítógépes termében oldotta meg a feladatokat. A diákolimpián legfeljebb 11. osztályba járó középiskolás diákok vehetnek részt két felnőtt csapatvezetővel. A felkészülésben a Neumann Társaság tehetséggondozási szakosztályának munkatársai Horváth Gyula és Erdősné Németh Ágnes segítette a tanulókat. A magyar delegációban Marci mellett Bicián András, Máté Lőrinc és Gábor Dávid szerepelt. Egy hosszú-hosszú válogatással áll össze. Ez a válogatás a Nemes Tihamér programozó verseny, illetve az OKTV programozás kategóriájával indul. Ezek a versenyek három fordulósak, van iskolai, megyei és országos fordulójuk. Aki az országos fordulóban az első 20-25 helyen van, ez mindig pontszámtól függ, hogy hogyan, az vehet részt az olimpiai válogató versenyeken, ahol kiválogatódnak a különböző olimpiákra a gyerekek, például a közép-európai informatikai diákolimpiára. A nemzetközi megmérettetés 5 napot ölelt fel, ebből a verseny a második és a negyedik napon zajlott. Mindkét nap során 5 óra állt a diákok rendelkezésére, hogy megoldjanak 3-3 feladatot összesen 600 pontért. Marci szerint a feladványok között kifejezetten nagy különbségek voltak. Az első forduló szerintem sokkal kényelmesebb, meg kellemesebb volt olyan szempontból, hogy jó ütemben lehetett úgy haladni, hogy keresel egy feladatod, ott abból megoldasz annyi pontot, amennyit tudsz, és akkor így haladsz feladatonként, és így nekem végül 209. Az a maradék 91-91 pont, amit nem tudtam megszerezni, az kifejezetten nehéz volt, tehát úgy érzem, hogy kihoztam magamból a maximumot azon napon. A második versenynapon, míg az első feladatot a mezőny 70-80%-a 100 pontra teljesítette, addig a harmadikon már senki nem szerzett pontot. Összesen 11 ország 48 diákja vett részt a megmérettetésen.